Sziasztok, Zsuzsák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Lothar Matthäus, a magyar válogatott egykori kapitánya, egy berlini rendezvényen a magyar nagykövetség kerekasztal beszélgetése után azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy ki lesz a szövetségi kapitányunk, hanem hogy meg tudjuk-e változtatni az egész képzési rendszerünket. Biztos vagyok benne, hogy a magyar foci jövője sokkal fényesebb lesz, mint a jelene, mert továbbra is úgy gondolom, hogy rengeteg potenciál van a magyar labdarúgásban. Nehéz megmondani, hogy kik alkothatják a jövő válogatottjának a gerincét, mert azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a szövetség vagy az új kapitány fiatalítani akar, vagy az eddigi játékosokból akar-e ütőképes csapatot faragni. Az utánpótlás képzés egészét újra kell gondolni, de amikor én voltam a kapitány, nehéz volt kivívnom a magyar szakemberek bizalmát. Ha körbenézünk a világ futballjában, akkor azt látjuk, hogy sok szövetség követi a németek példáját, a magyarok vajon miért nem? Nem az a fontos, hogy ki lesz a kapitány, hanem a rendszert kell megváltoztatni. Warum nicht Ungarn? Egervári Sándor menesztése után azt kérdeztük a szurkolóktól, hogy ki legyen a válogatott kapitánya. A szavazáson Lothar Matthäus a 10. helyen végzett 1857 szavazattal, a második helyet Paulo Sousa szerezte meg 9447 szavazattal, viszont majdnem dupla annyi, 17682-en kattintottak arra, hogy teljesen mindegy, ki lesz a magyar válogatott kapitánya.